és jogi kereteket nélkülöző üzletgyakorlat alakult ki. A munkavállalók 30 évvel ezelőtti árakon dolgoznak. A szinkronban dolgozók díjazása nominál értékben az 1990-es évek elején alkalmazott díjak szintjét alig éri el. Reál értékben mintegy tized részét kapják munkájuk díjazásáért, miközben az iparág többi szereplője évente 20-40%-os növekedést ír, és a szinkronizálandó filmek mennyisége exponenciálisan nő. Iparban dolgozó vállalkozásoknak fizetett díjazás jóval nagyobb mértékben csökkent az elmúlt 30 évben, mint azt a piaci feltételek indokolnák. A szinkronipari dolgozók díjazásának reál értékben vett csökkenését semmi nem indokolja, hiszen a filmes tartalmakat közvetítő piaci szereplők jövedelme nőtt. Nem érvényesülnek a mindenkit megillető tisztességes munkafeltételek. A szinkronizált tartalmakat megrendelő cégek legtöbbször nem kötnek szerződést, vagy törvénysértő és jogszerűtlen szerződéseket iratnak alá az alkotókkal. Ezekben a szerződésekben nem érvényesül a szerzői és előadó művészi jogdíj. A Színos Szinkron Alapszervezet elnöksége a lehető legrövidebb időn belül tárgyalásokat kezdeményez a megrendelőkkel és a szinkronstúdiókkal a szabályos törvényes szerződések feltételeiről. Mi a hosszú állók hangjai összefogásra szólítjuk fel a szinkroniparban dolgozó szakembereket. Azt kérjük kollégáinktól, csak törvényes, kölcsönösen kialakult és elfogadható feltételeket tartalmazó szerződéseket írjanak alá a megrendelőkkel. Ne hagyják magukat kizsákmányolni. Eddig nem volt, ugye mindenki egyesével dolgozik, egyesével hívják ki a különböző munkákra, nincs összefogásra lehetőség, vagy nem volt, ezért rákényszerítették a gazdasági erőfölépben ezeket az árakat a szektorban dolgozókra. Ebben a tápláléláncban ott vannak a stúdiók fölöttünk, akiket szintén kényszerítenek, azzal, hogy ők versenyben maradjanak, egymás alá ígérgetnek, az egymás alá ígérgetésből a mi és a munkavállalók költségei csökkentik, és úgy versenyeznek, hogy akkor vállaljunk el még kevesebbé, delegált van munka. Szabályozni kell törvényes keretek között, fel kell lépni, erőt kell fölmutatni, mindenhol a világon ez történt, fel kell ismerni, hogy ebben élünk, és meg fel kell ismerni, mik erre a válaszok. És hogyha ez sikerül, akkor megállítjuk a tápláléklánc alján ezt a lehetetlen helyzetet, és utána, amikor meg lesz az étlap, akkor válogathat a stúdió is belőle, a megrendelő is, tiszta alkal mindenki tudja, hogy hol a helye. Gondolom, hogy a magyar szinkron, a magyar színművészet vitathatatlan, elvitathatatlan része. A magyar kultúra része. Ezt veszélyeztetni bármiféle módon, bármiféle okból, olyan, mintha megpróbálnánk kitörölni a magyar irodalomból Annit, vagy a magyar festészet térképéről lecsipenteni Medgyászkit, vagy hova tovább az operettet, mint műfajt ki akarnánk lapátolni ebből a közegből, a magyar kultúrából. Aki erre betemedik és ezt veszélyezteti, az nem tudja, mit cselekszik. Annak túlnyomó többsége, hogy a törvényi kötelezettségeknek sem tesz eleget, hiszen ki se írja a szereplőket, levágják a reklámok kedvéért, kik szerepeltek, ami azért is problematikus, mert egyrészt a jogdíj, az ismétlési jogdíjak, vagy egyéb jogdíjak elszámolása nincs adat. Egyszerűen adat se jut el, pedig ott fel kellene tüntetni, ki dolgozott ebben a produkcióban. Tévékben szinte ez már ritkosság számban van. Hát, nem arról van szó, hogy mi ajánlatot teszünk neki, mert ők negligálnak minket gyakorlatilag. Már jellemző ez a folyamatos ilyen hűbéresi szemlélet. Tehát, hogy nem alkotó entitásoknak tekintik a színészeket, hanem egy ilyen, hát ilyen kiskorú, tehát azt gondolom, hogy alapvetően ilyen 16-14 éves fiúkák és lányoskák, akik kijön szerződés nélkül is, meg majd ide kell aláírni. Tehát van egy ilyen esztignál, de mi van a szerződésben? Nem tudjuk. Tehát, hogy ez nem egy ilyen kétoldalú üzleti megállapodás, amit önálló alkotó művész emberekkel kötnek, akik a saját jelentőségük és ebben a gazdasági láncolatban betöltött súlyuk alapján kezelnek, hanem fiúk és lányok, fiúcskák és lányoskák, akik úgy is kijön, úgy is megcsinálja. És, hogy szerint, és ez nem csak a szinkronra, szerintem ez más a színészi
munka más aspektusaira is jellemző, és az lenne a nagyszerű, hogyha ezt a kiskorúságot, vagy kiskorúnak kezelést, egy kiskorúként kezelést sikerülne megszüntetni, és fölnőni végre. Igen? Egyfelől, tehát tényleg végül is színészek vagyunk, tehát hogy mondjam, nem ugyanazt csináljuk, mint mondjuk a közérten az eladó. De ugyanakkor másfelől viszont vállalkozók vagyunk. Egyéni vállalkozók, társas vállalkozás, egyszemélyes KFT. Ugyanazok a szabályok és törvények vonatkoznak rá, mint minden más cégre és gazdasági vállalkozásra. Mi, legalábbis akiknek Budapesten van a székhelyünk, mi a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarához tartozunk, azt hiszem senki nincs itt a részükről. Soha az életben nem képviseltek minket semmiben, a művészi kérdésekhez nem szólnak hozzá, kulturális témákhoz sem, nem is dolguk. Tehát itt összemosódnak a különböző szerepkörök, funkciók, és ugyanakkor viszont nem kezelnek minket olyan jogi partnerként, ahogy gazdasági szervezetek szokták egymást, vagy vállalkozások. Mert ott kőkemény szabályok vannak, azt kell betartani, a törvényben van. De velünk szemben nem tartják be. Kartonozás egy gyárban, amit az ember szükségszerűen végez. Ez az életünk, ezt szeretjük, hiszünk benne, jól csináljuk, odaadóan, ezt kihasználják. Ez az egyik. A másik, hogy miért írjuk alá? Mert egyedül állunk ott. Amikor én nem írom alá, meg is történt, ugye nincs sajtónyilvánosság is volt, lecseréltek egy szereplő gond nélkül. Hazudoztak mindenkinek jobbra-balra, majd lecseréltek. És mindenkit megfenyegetnek abba a pillanatban. Akkor nem hívunk, akkor te nem jössz, akkor minden le vagy tiltva, akkor megfenyegetik a rendezőket, akik szintén alvállalkozók, hogy ha vele dolgoznak, ha kihívják a Nagy Ervint, akkor nem kapnak munkát. Nem ad a feje, a tápláléklánc fölötte lévő vállalkozója nem ad munkát az alvállalkozónak fenyegetettség, vagy fenyegetésből. Szóval, és akkor így, amikor valaki, mi még hálásak lehetünk, mert van munkánk, színházban dolgozunk, filmen dolgozunk, egyéb munkáink vannak, de sokan élnek csak a szinkronizálásból. A egyéb szakemberekről nem is beszélve, a fordítókról, a hangmérnökökről, akik csak ebből élnek. Nyilvánvaló, hogy a legfőképpen az ő életükről van szó. Minket ki lehet cserélni, ha nem fogunk össze, de ők az ő életükkel mi lesz? Tehát ezért is muszáj az összefogás, hogy őket is, és az egész szakmát valahogy rendbe tegyük, és normálisan hozzáadott értékének megfelelő módon legyen ez az egész szakma kezelve. Kulturális tényezőről van szó. Hogy Nikodém Zsigmond szinkronrendező kollégán fogalmazott, ez körülbelül olyan, mint a műfordítás. Attól nem fognak a magyarok idegen nyelveket beszélni, hogyha nem szinkronnal mennek a filmek, a sorozatok a televízióban. Akkor fognak nyelveket beszélni, hogyha többet tanulnak, ha megtanulnak nyelveket. Ez viszont, amit mi csinálunk, az egyfajta kulturális interpoláció is, tehát hozzáadott kulturális érték keletkezik. Nem lehet ugyanúgy kezelni, mint mondjuk egy konzervgyárat, vagy egy nem tudom én, üzemanyag előállító, kőolajfinomító céget.